Tegnap kilépett a Jobbikból Volner János. A politikus nemrég az ellenzéki párt szervezeti elnökeinek írt levelében a párt balra tolódásáról, balliberális erőkkel való együttműködésről, valamint Soros György Jobbikon belüli befolyásáról írt. Vendégem a stúdióban Volner János, független országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Hány évet töltött a Jobbikban? Sokat. Én hivatalosan 2009-től lettem a Jobbik tagja, 2007-től a Magyar Gárdát erősítettem, úgyhogy meglehetősen sok éven van ebben a közösségben. Hogy lehet akkor ennyi idő után bezárni maga mögött az ajtót? Mennyire volt ez könnyű döntés? Lelkiismereti okokból sajnos kénytelen voltam. Rendkívül nehéz döntés, hiszen az ember, hogyha az elnökségen belül dolgozva folyamatosan fékezi a saját pártjának értékvesztését, balra tolódását, és hosszú évek küzdelme után kénytelen belátni azt, hogy ez a dolog elveszett, és most már gyakorlatilag a távozásom és Apáti István távozása után nincs a Jobbikban erős ember, aki ezt a fordulatot egyáltalán képes lenne végrehajtani. Ilyen módon tehát a Jobbik elesett, gyakorlatilag meg fog szűnni nemzeti pártnak lenni, és teljesen biztos vagyok abban, hogy az önkormányzati választásokra már egy országos szintű koordináció lesz a baloldallal, aminél eredményesebb szereplés érdekében, és a Jobbik gyakorlatilag a balliberális erőkkel nyílt színen összefog. Mi volt az utolsó csepp a pohárban, amikor azt mondta, hogy ezt így tovább nem? Fontos látni, hogy ez egy folyamat volt. Éveken keresztül magam fékje voltam ezeknek a negatív, balra tolódó folyamatoknak. Most azonban a Jobbik vezetése egy magát liberális, bal középpártnak valló párttal, az LMP-vel szeretne minden eddiginél szorosabb szövetséget kötni. Kiderültek azok a soros kapcsolatok, amelyeket magam is felfedtem a sajtóban. Itt nevekkel bizonyítottam ezt a kapcsolódást. Ugye nem véletlen jött be a párt szóvivője, és inkább botrányokozásba menekült, mint hogy ezekre a kérdésekre válaszolt volna. Illetve kiderültek különböző egyéb dolgok is, például az is, hogy a DK képviselőjével egyeztetnek egy időközi választás előtt, és a Jobbik tétlenségével maga is asszisztál ahhoz, hogy a DK választási győzelmet arathasson, már pedig olyan párttal, ami Gyurcsány Ferenc pártját segíti választási győzelemhez, vagy ahol Soros György emberei ülnek, nyilvánvalóan nem lehet a Fidesztől szavazókat elvenni. Ez nyilvánvalóan egy olyan ellenzéki politika, ami már a megélhetési politizálás körébe tartozik. A Jobbik átmegy a baloldalra, összefog a balliberális erőkkel, és gondoljon bele, hogy egymás szavazóira vadásznak. Az MSZP a DK-tól akar elvenni szavazót, a DK az MSZP-től, a Jobbik és az LMP összeállt, ő meg mind a kettőtől szeretne szavazókat elvenni, de gyakorlatilag itt már nem arról van szó, hogy ezek az emberek kormány szeretnének váltani. Vona Gábor maga is elmondta, hogy teljesen reménytelennek látja a kormányváltást. Ő vissza is vonult. Ez a látszólag, aki most látszólag legalábbis, de azért a háttérből ő elég sok szállat mozgat a Jobbikban. Nyilván ön ismeri legjobban a párt belső ügyeit és az erőviszonyokat. Ez a vezetés, aki jelenleg irányítja a Jobbikot, maradhat, vagy a forgatókönyv máshogy néz ki? Hát nézzem, most ha Schneider Tamás személyéből indulok ki, nem bántásból, de tényleg egy pártnak inkább a harmadik vonalában találhatóak hasonló képességű politikusok. Most hadd kérdezzem meg önt, én tegnap este Rónai Egonnal tettem meg az ATV-n. Önöknek van érvényes meghívás a Schneider Tamás felé? Ezt nem tudom pontosan meg, hívtuk-e már. Én biztos vagyok benne, mert jóformán minden kereskedelmi televízió várja. Schneider Tamás ezekben a napokban összeomlott, és nem mer sehova bemenni. Na most úgy az ország legerősebb ellenzéki pártját vezetni, hogy valaki elmenekül a média nyilvánossága elől, mert tudja magáról jól, hogy nem tud helytállni a stúdiókban, egyszerűen nem lehet. Azok után, hogy ön is hátat fordított a Jobbiknak, ki lehet ezt még jelenteni, hogy az ország legerősebb ellenzéki pártja? A jelenlegi közvéleménykutatások szerint igen, de ugye ez mindig relatív, hogyha most megnézi azt, hogy a többi ellenzéki párt milyen állapotban van, az MSZP, a DK egymást marja, soha nem látott történelmi mélységekbe zuhant a támogatottságuk, az LMP éppen az önfeloszlás útján, már ilyen szempontból sem tűnik éppen vonzó koalíciós partnernak, ahhoz képest a Jobbik még relatíve jobb állapotban van az össztársadalmi támogatottságát tekintve, de hát gyakorlatilag annyi esélyük lesz, mint Szálasinak a főtárgyaláson 2022-ben nyerni. Én azt látom, hogy nem is arra hajtanak, hanem arra, hogy a parlamentben megmaradjanak ezek a kényelmes, jó fizető állások. Van egy szűk frakció, van egy hozzájuk kötődő mag, amit az egyébként éves szinten 2,7 milliárd forintra jutó állami támogatásból ebben a párt alapítvány és a frakció támogatásai egyaránt benne vannak, jól meg lehet fizetni ebből ezt a magot, és gyakorlatilag elpolitizálgatnak ilyen módon. Ha már pénzügyeket említ,
akkor rendőrségi vizsgálatról, zacskóban átjuttatott összegekről is lehetett olvasni, hallani, ezt ön is megerősítette, ha jól emlékszem. Hogy van ez? Rebesgetés szintjén hallottam én magam is arról, hogy utaztak zacskós pénzek a Jobbik környékén, meg a Jobbikon belül. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen benne egy korrekt vizsgálat Szabó Balázsra. Csak honnan, hova utaztak, ki adta kinek ezeket a pénzeket? Hát Simicska Lajosra vezetik vissza ezek a források, hogy tőle származott a pénz. Én magam ugye nem tudom ezt megerősíteni. Egyet tudok, hogy egy büntető feljelentés már született, és több olyan emberről is tudok, akik maguk is a befizető hálózat részei, ha úgy tetszik, akkor a pénzt tisztára mosó hálózat részeiként apostrofálják saját magukat. Meg fogjuk látni, hogy ebből születik-e rendőrségi feljelentés továbbiakban több is. Hogyha születik, akkor ez nyilván egy nagyon súlyos ügy lesz én ebben a dologban. Még egyelőre ugye azért nem tudok részleteket, mert én magam sem ismerem ennek az ügynek a hátterét. Többet magával távozott tegnap a Jobbikból. Hogyan tovább? Várható-e, hogy csatlakoznak más frakcióhoz, más erővonalakhoz? Ugye egészen a tegnapi napig kifejezetten a Jobbikban gondolkodtunk, ez még nyilván a jövő kérdése. De azt mondja, hogy ez nekünk egy hosszabb folyamat volt, nem egyik napról a másikra. Nem tehát egyik azért napról valószínűleg a tudja, másikra. Hogy hol lehet ezt csinálni. Fontos tovább volt az, hogy kísérletet tettem a párt rendkívüli tisztújítására, hiszen a legnagyobb szavazatszámmal megválasztott alelnöke vagyok hosszú évek óta a pártnak. A párti is csak erős embernek számít? Hát ő a második legnagyobb szavazatszámmal megválasztott képviselője. Két ember távozott most. Pártvezetésnél alapvetően egyébként azt kell látni, hogy itt nem arról van szó, hogy ők egy erős pártot szeretnének, ők meg szeretnék őrizni ezt az éves szinten 2,7 milliárd forintos állami támogatást. Ez azért meglehetősen elszomorító, ahhoz képest, hogy a pozícióikat. Hát rendkívül elszomorító. Én magam is egy olyan közösséghez csatlakoztam, amelynek a nemzeti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen volt. Nagyon sok mindent el lehetett a Jobbikra mondani, de azt nem, hogy nem szereti a magyar népet, vagy azt nem, hogy ne lenne hajlandó Magyarország érdekeit bármilyen körülmények között megvédeni. Nyilván az ember számára az egy törés, amikor azt látja, hogy ez a párt ez végképp kisiklik, értékrendi válságba kerül, és megpróbálják a saját vezetői átolni a balliberális oldalra. Vázoljunk most fel egy forgatókönyvet, hogyha a Jobbik jelenlegi vezetése távozna, hajlandó lenne visszatérni esetleg a pártba? Napokon keresztül kérlelt engem az elnökség még a tavaszi tisztújítást megelőzően, amikor Vona Gábor lemondott, hogy legyek a Jobbik elnöke. Életem nagy tévedése volt, hogy nem vállaltam ezt a pozíciót el. Hozzáteszem azért, mert az én stratégiámmal a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a szavazatok egyharmadát lehetett volna megszerezni. A Jobbik jelenlegi vezetése azt szerintem a felét se fogja ennek a szavazatszámnak megszerezni, hiszen olyan pályára kényszeríti ezt a pártot, aminek gyakorlatilag nincs társadalmi támogatottsága. Tudja, ez körülbelül olyan, mint hogyha valaki mondjuk Közép-Afrikában próbálna meg NERSZ bundákkal házalni. A NERSZ bunda biztos egy menő dolog, de arra felé nincs erre igény. Én most azt látom, hogy Magyarországon arra a politikára, amit a Jobbik vezetői megpróbálnak áterőltetni a liberális oldalnak megfelelve, erre nem igazán lesz társadalmi támogatottság. Akkor egyelőre független képviselőként folytatja a parlament? Egyelőre függetlenek leszünk, és fontos látni azt, hogy a tiszta lelkismeretünket meg tudtuk őrizni, és nekem nem lesz semmilyen problémám azzal, hogy reggelenként a tükör elejé álljak. Molnár János, köszönöm, hogy eljött hozzá. Én is önnek.